szolgálatra készültem, utána néztem, hogy mi a mai ember boldogság listája, és összevetettem a Jézusi boldogság boldog mondásokkal, és láttam, hogy a Jézusiból egyik sincs a 21. század emberének a boldogság listáján. Vajon miért van ez így? Tehetjük fel a kérdést. Miért van, hogy az emberek manapság a pénzen, a karrieren, a személyes sikereken mérik le a boldogságot? Azért mindenek előtt, mert a nem keresztény emberek csak a mának élnek. Csak az számít, ami ma van. És ha valami nincs meg ma, akkor sikertelen, reménytelen és szükségszerűen boldogtalan az a nap. Kérdezzük csak meg a fiatalokat, hogy miért vagy boldogtalan. Azért mondja, és sorolja, és sorolhatják is, mert nincs meg ez, és nincs meg az. És ha azt mondjuk nekik, hogy de hát szép vagy, okos vagy, mennyi képességet és tehetséget kaptál, amivel boldogulhatsz, akkor azt mondják, hogy az bizony majd csak később lesz, abból később lesz valamilyen eredmény. Ha ilyeneket mondunk, nekik csak néznek ránk, hiszen ők most akarnak boldogok lenni. A jelen pillanatban, amikor történnek a dolgok, és azt mondják, hogy a remény az nem boldogít. A reménytől, a reménykedéstől nem leszek boldog. Azután azért nincs átfedés a mai boldogságlista és a 2000 éves krisztusi között, mert emez anyagi ügy, amaz pedig lelki ügy. A Biblia tanítása szerint a boldogság lelki állapot kérdése, tehát a lélek ügye a boldogság, és a boldogság nem pénzügy. Pénzen nem lehet megvenni a boldogságot. Szeretnél, kedves testvérem, a boldog lélek útján járni? Akkor most kövesd velem együtt Jézus Krisztusnak, lelkünk igaz ismerőjének a 8 jelzőtáblás útmutatását. Az első boldog mondás megértése bizony sok fejtörést okozott az évszázadok folyamán, mert így szól az első boldog mondás: boldogok a lelki szegények. Az emberi lélek egy gazdag érték és tulajdonságkamra. Többször az emberi lélek így szerepel a Szentírásban, hogy az emberi lélek egy kincsestár. Jézus a bolond gazdag példázatában mesél egy olyan emberről, aki tökéletesen gazdagnak tudja magát. Úgy érzi, hogy neki mindene megvan, nincs szüksége semmire, és bizony az emberi lélek is nagyon sokszor hasonlóképpen tud viselkedni. Azt vallják nagyon sokan, hogy úgy van jól, ahogy van. Hogy ők készen vannak, hogy nekik nincs mind javítani. És de sokszor hallom, hogy nekem nincs szükségem fejlődése, engem ne akarjon senki megváltoztatni, hiszen én már egy felnőtt ember vagyok, mindent nagyon jól tudok. Aztán egyszer csak megjelenik egy-egy ember életében, jön a betegség, jön a csőd, a kegyetlen gyász, és ilyenkor az emberek kapkodnak és csapkodnak nagyon sokszor. Kicsúszik a lábuk alól a talaj, és ilyenkor érzi mindenki, hogy valami csak hiányzik az életükből. Csak jó lenne a hit, amely felemel, jövőt mutat,
Félelmet oszlat, jó lenne egy kis világosság, jó lenne egy kis reménység a talajt vesztett életben. Hát ezért boldogok, akik lelki szegények, mondja az Úr Jézus, mert a lelki szegények mindig érzik a hiányt, a nincs érzését. Ők a lelki kamrájukban mindig találnak egy üres helyet, egy üres polcot, ahová begyűjthető még Isten ajándékaiból a későbbiekre. Ezért életük utolsó pillanatáig járnak misére, járnak Isten tiszteletre, és mindig boldog, megelégedett emberekként térnek haza egy-egy miséről és egy-egy Isten tiszteletről. A második boldog mondás hasonló az elsőhöz. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Ez a krisztusi jelzőtábla ugyanígy hiányra mutat, mint az első. A könnyeknek a hiányára mutat rá ez a boldog mondás. Nehéz elfogadni, de a boldogtalan élet jellemzője, hogy a boldogtalan életnek nincsenek könnyei. Könnyek nélküli szív ugyanis kőből van. Kőszív. David Attenborough sorozatát lehet az M5-ös csatornán látni többször, és az egyik részében azt láttam, hogy azt mondta David Attenborough, hogy a fák is könnyeznek. És nekem rögtön az jutott eszembe, hogy néhány ember már könnyezni sem tud. Hányaknak dobog odabent érzéketlenül a szíve. És ismerünk olyanokat, akik már nem is tudnak megindulni a másiknak a nehézségén, fájdalmán, betegségén, nélkülözésén. És azon sem tudnak megindulni nagyon sokan, amikor azt mondjuk nekik, hogy hát testvér, el fogsz veszni. A kőszívűség biztos jele, ha már nem tudsz sírni a bűneid és a hibáid miatt. A nagy ébredési idők jele volt, amikor a férfiak zokogva a mellüket verték. Annyira fájt nekik a bűnük és a hibájuk, hogy sírva fakadtak. Ezért boldog, aki tud sírni, mert még nem kőszívű, még nem érzéketlen. A bűnei miatt sírót meg lehet vigasztalni, de a bűneit meg nem bánót nem kell sajnálni senkinek, még az Istennek sem. A hibáit fájlaló ember viszont mindig, mint a hazatérő, tékozló fiú is, írgalomra kitárt, atyai karokra és szívekre talál.